Üdvözlök mindenkit, Nekroxim vagyok, jön Destiny 2 PC Beta! kiértékelés, vélemény, megcsócsáljuk egy kicsit, megnézzük, hogy hova tart ez a Destiny kettőféleség. Ugye PC-n most új a dolog, jelenleg 29 étől Open Beta, szóval ha még nem játszottál vele, akkor gyorsan irány, és próbált ki te magad is, de egy kicsit szeretném górcsú alá vetni a játékot, és a mai túlzsúfolt és túl igért játékok egy kicsit, egy kicsit talán belelátni, mert azt kell mondjam, hogy a béta eh, egész sok tartalmat hozata ahhoz képest, és egy egész jó képet enged beleláttatni eh, magába. De, de, de tényleg szeretnék eh, elfogulatlan lenni, egy objektív szempontból megközelíteni a játékot, és ja, az, az, az alapján kiértékelni, mert azért én követtem figyelemmel a destiny is, tehát a sima első részt is követtem, csak ugye az pc nem volt, de nagy érdeklődéssel figyeltem igazából a történetet, a játékmenetet, stb. És azt kell mondjam, hogy mivel ez cifimániás vagyok, tehát a története a destiny -nek eleve megfogott, és ez csak folytatódik a Destiny 2-ben, úgyhogy ha történet szempontjából vesszük a játékot, azt kell mondjam, hogy elég mély világa van, talán még maguk a készítők sem biztosak, hogy milyen irányban szeretnék elvinni a, a játékot, de annyit elmondhatok, hogy én biztosan fogok ezzel a játékkal játszani, biztos, hogy lesznek nekroármi, és biztosan lesznek videók róla, mert a játék maga engem érdekel. És itt térnék rá a különböző pletykákról Destiny vel Destiny 2-vel kapcsolatban, ki, mint, hogy és milyen videósok hogyan láthatják ezt a játékot. Na most ugye a Destiny egy -e, siker és bukás lett egyben, azt el lehet mondani. És azért lett uh, siker egyrészt, mert konzolon ez volt az első uh, ilyen RPG stílusú Uh, játék konkrét, amilyen mélyebben belemerült a levelingbe, uh, akkor mit tudom én, farmolásba, és a többi. Szóval egyrészt ezért egy nagy siker. A nagy bukása pedig az lesz, hogy történet szempontjából nagyon keveset adtak hozzá, és hogy monoton volt a játékmenet. És uh, őszintén, szudok, szóval, szóval egyet tudok érteni ezekkel a vádokkal, vagy ezekkel a dolgokkal, amikor Destiny egyet érték, és aki arra számít, hogy Destiny 2-ben ez bármiben is változni fog, az uh, szerintem csalódni fog. Uh, mindenképpen azt mondják a Destiny 2-ről, történet szempontjából, hogy több lesz, és jobb lesz, amit el tudok nekik hinni, mert ebbe az irányban nagyon sok kritikát kaptak, szóval ez a minimum, hogy történet szempontjából többet és jobbat kell lerakjanak az asztalra, ez száz százalékig így van, ugye. Szóval ha, ha bárhogy milyen irányba is megy a folytatása, már az elég tiszta, hogy merre megy a Destiny 2 folytatása, de több történetet, több mélységet a történetnek adniuk kell, mert ha nem ugyan arra sorsa jut, mint Destiny 1-et le fogják húzni. Na, később természetesen belemerelünk ilyen PC adatok, stb. De aki arra számít, hogy, hogy, jobb lesz, mint a Destiny 2 történet szempontjából, igen, de gameplay szempontjából nem vagyok benne olyan biztos. Tehát azért mondom beta, tehát nem vagyok benne olyan biztos. Miről szólt a Destiny 1? Elmész A ponthoz, A pontnál leölöd az enemit, ki, kirakod a szellemedet, szellemed mondja, hogy menj B pontra, B pontra megint megöl az emelit, B pontról C-re és majd megölöd a boss -t. Tehát nagyjából így lehetne nagyon nyersen leírni a Destiny egynek a játékmenetét. És őszintén veletek, a beta alapján, a beta alapján, amit most játszottam, a Destiny 2 sem különbözött. A pontból B pontba, B pontból C pontba, C pont után legyőzzük a, a fő ellenséget, és voilà, megkapjuk a jutalmat és a cuccokat. Viszont, hogy a védelmébe szóljak ennek az egésznek. Tehát én játszom egy olyan játék, amikor az a neve, hogy Warframe. A Warframe-nak is a ha ilyen szempontból közelítjük meg a warframe az is csak egy mész A pontból B pontba megcsinálsz valamit, éppen ha, ha megcsinálsz valamit, vagy ha csak nem arról hogy éjjel túl minél hosszabb ideig, minél hosszabb ideig. Ez a játékmenet is monoton tud lenni, a Destiny 2 is fog tudni monoton lenni, és a Destiny 1 mindenképp monoton volt ebből a szempontból. Nos, um, és erre én mindig azt mondtam például a warframe közösségnek, és szerintem ugyanezt fogom mondani a destiny a közösségnek is, hogyha az, aki nem élvezi a játék menetet úgy, ahogy van, legyen az monoton, vagy nem monoton, ha nem élvezi a, a, környezetet, a menetet, a lövést, a fegyvereket, az enemiket, úgy, ahogy vannak, tehát konkrétan, amit mások monotonitásnak hívnak, hogyha az az adott játékos azt a monotonitást nem élvezi, nem élvezi ezt a formulás részét, nem élvezi, hogy újra és újra el kell menni megölni azt a boszt, vagy megkeresni azt a apró kis barlangot, és ott egy külön kis küldetést benne, az most sem fogja élvezni a Destiny 2-t, szóval a játék menetet élvezned kell el ahhoz, hogy ki el tud élvezni a Destiny egyet és a vagy a kettőt. Szóval ebben a játékban lesz formulás, lesz sok lövés, lesz sok A pontból B pontba menetel, és a közben történni fog valami, de a lényeg az, hogyha ezt nem élvezed, akkor valószínűleg a Destiny 2 nem feltétlenül a te játékod lesz. Ha élvezed az ilyen játékokban, mint például a Warframe, ezt a monotony, vagy, vagy vagy nem tudom, Escape von Tarkov, aki játszott vele. Tehát bár, bármi, ami egy ilyen lútolós, A pontba B pontba menős, akciódús, valami, gyönyörű környezetbe helyezve, mert a Destiny 2 egyszerűen gyönyörű környezetben van helyezve, tényleg fantasztikum, hogyha van egy géped, ami ezt kihajtja, fantasztikusan szépen néz ki, és, és, és mindezt a környezetet megalkották, hogy jól érez magad benne, a pont, miközben A pontból B pontba mész és harcos, és az egész összkép nagyon jó. A nehézségi szint úgy vettem észre a játékoknak, hogy így megüti, tehát így, így tökéletesen így, 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 megüti azt, azt a szintet, hogy nem túl nehéz, de nem is túl könnyű, vigyáznod kell, de mehetsz is egy kicsit a, a csatába, tehát ez, 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 így megvan. Most ugye ért egy másik kritika Destiny, egyet, hogy, hogy a bosszok másról nem szólnak, csak hogy sokat kell őket lőni, mert kúrosak az életük. Destiny 2-ben a béta alapján, a béta alapján ez nem változat. A bossnak még mindig sok élete van. Ez sosem lesz az a játék, gondolom, mint, mint, a, Dark Souls 3, hogy a bossok taktikát, csatát, kinézetet, stratégiát változtatnak játék közben. Nem, itt a boss kurva nagyot fog sebezni, és sok élete lesz, és ezért lesz kihívás lelőni. Ha ezt nem élvezed, akkor valószínűleg a Destiny 2 nem biztos, hogy élvezni fogod. Szóval van itt egy bal, de aki élvezi azt, hogy van egy boss, jó sok élet, lőni kell, mint a hülye, körbevesznek enemik, akkor, akkor mindjárt másképp alakul a, a, az egésznek a fekvése, egy kezdve élvezetes játék tud lenni. Na és én élvezem ezt a fajta játékot élvezek A pontból B pontba menni és különböző szintű kihívásokkal e, küzdeni és nagyon élvezem azt amit például itt a beta is láttam Destiny 2-be a környezet fantasztikus ahogy megelevenítették az akadályok amik e, útba voltak ahogy kinézett és a környezet a bolygó, a területhez kapcsolódó történet ami, ami tartozik e, itt a Destiny 2-ben külön e, Kiemeli számomra az A pontból B pontra menés élvezetét. Tehát tudom, hogy azon a területen vagyok, ami itt történt, ez történt, az úgy kapcsolódik a történethez, és én ezért kell leüljem az Enemiket, nemhogy csak azért, hogy lootot szerezek, de, és ez egy külön varást ad a játéknak, hogyha, hogyha így akarom mondani. Szóval, hogyha ki mindebbe így nem lát bele, az valószínűleg a Destiny kettőt nem fog élvezni. Idővel, ahogy kijön a Destiny, egy szeretném ezt, ezt a történetet kivirágoztatni, esetleg elmondani adott dolgokról, mit, miért, mi, miről szól, és akkor így talán egy nagyobb és jobb képet kapni, mert számomra nekem ez érdekes a Destiny 2 -ből. Most egy kicsit rátérnék a PC specifikációkra, és hogy mennyire konzol, vagy nem, konzolport, vagy nem konzolport a PC. És azt kell mondjam, gyerekek, tehát tudjátok, hogy jó 5000 plusz óra van találni Call of duty szóval súterek terén nem vagyok kezdő, így is lehet mondani, és és először kezdjük az irányítással, oké? Tehát beléptem Destiny-be egy mouse tehát egy egér input laggot nem tapasztaltam. Tökéletes egérvitel, tehát kb. mint hogyha a kódba beléptem volna hosszú évek után, és egy ilyen, ilyen ismerős egér mozgás lett volna, tökéletes gombreakció idő. Jó helyen vannak elrakva a képességek, aznak, akinek kényelmes a billentyűzeten. szó szóval minden egy kéz alá eső, egy, egy, kiváló egérmozgással ellátott játék. Tehát ugye benementem a multiplayerbe, és melyből úgy éreztem, hogy nem kell megszoknom egérsebességet, megszoknom pályát, megszoknom valamit, mert megvolt a pályáknak, a multiplayer az egy pályának, bocsánat, illetve háromnak, ha így nézzük, tehát megvolt a, a stratégia, megvolt a... A, az útvonalak, aminek meg kellett lenni egy, egy multiplayer, ez meg volt egy középső csatározás, és meg volt a három útvonalas rendszer. Tehát minden, ami kell egy, egy normális multiplayer, az, ha minden pálya egy ilyen irányelvben fog haladni multiplayerben, akkor az egy élvezetes multiplayer lesz. Uh, azt kell, hogy mondjam. Na most, um, Továbbá, grafikai beállítások. Aki amiatt aggódna, hogy PC-n nem lesznek megfelelő grafikai beállítások, mert hogy konzolport vagy ilyesmi, akkor abban nagyon téved. Minden PC-hez való grafikai beállítást megtalálsz, ami tökéletes lesz ahhoz, hogy alacsonyabb gépigényel rendelkezők és magas gépigényel rendelkezők is tökéletesen uh, kiéljenek. Tehát nagyszerű FOV uh, beállítás, nagyszerű grafikai beállítások, amit le vagy fölvehetett. Tehát tényleg kirészletezheted magadnak ahhoz, hogy a te uh, videokártyád is elbírja ezt a játékot. És ez nagyon meglepő egy konzol felé húzódó játéktól, és mindenképpen pozitívan értékelendő, azt kell mondjam. Tehát tényleg úgy, Uh, ugrottam én bele ebbe a játékba, uh, ahogy kijött a béta 28-án, hogy hogy wow, ez, ez így kellemes, nem volt gondirányítás, nem volt gond grafikai beállítás, semmi nem volt gond, és, és gyönyörű játék, uh, én élveztem a játék menetet konkrétan, de hogyha még a, a, a sok, uh, hogy is mondjam, folyamatos... Um, formolást is nem szereted, a multiplayer-re egy kellemes szórakozást tud nyújtani. Mihez tudnám hasonlítani egy kicsit a multiplayer mivel, hogy van benne ilyen double jump, egy ilyen code, um, infinite warfare, nem, ja, igen, nem, advanced Warfare. Igen, Code Advance Warfare-hez tudnám hasonlítani, és, és, van benne egy ilyen Double Jam, vagy Black Ops 3-hoz, egy kicsit úgy tudom összehasonlítani. A fegyver érzet is olyan, a lövés érzet is olyan, mint hogyha, um, egy kicsit egy kóddal játszanál, a struktúrák is olyanak, mint ha egy kóddal játszanál. Szerintem nem is lennék meglepődve, ha kikérték volna multiplayer szempontjából pályák és fegyverek érzetéből az Treyarch, vagy az, az, az Infinite War tanácsát, mert tehát nem is legyen, mert nagyon hasonlatos az érzet az egészhez, ahogy játszik, és emiatt egy nagyon-nagyon ismerős érzés volt játszani számomra a multiplayerrel, úgyhogy összefoglalva a bétával én elégedett vagyok. Elégedett vagyok azzal, amit, amit, mutattak, amit adtak a bétában. A multiplayerben kellemesen csalódtam, könnyű felvenni a ritmus, könnyű játszani, nem kell túl komplikálni. Egy, gyors, egy viszonylag gyors játék akar lenni 4v4 játékossal egy középméretű pályán. Szóval ki lehet taktikázni is, de lehet menni fejnel neki a falnak. Az egyetlen problémám a, a multiplayer hogy nem szerverek lesznek, hanem peer-to-peer -peer rendszer, majd is valakire rácsatlakozol, szóval um, de mivel, hogy csak 4v4 a multiplayer, érdekes mód, és ez számol számomra nagyon meglepő, nem tapasztaltam laggot, jó, persze ez még 28-a, szóval még az egész világ még nem esett rá, csak az előrendelők, szóval, de természetesen a következő két napon lehet, hogy fönnállnak ilyenek. De nem tapasztaltam lagot, ami nagyon meglepő volt, és amikor lőttem, tök mindegy, hogy ki volt a host, amikor lőttem, nem tapasztaltam igazságtalanságot, hogy hé, ezt lövöm, és nem adja be, vagy tehát semmi ilyen nem volt. A time to kill lassú, és ad időt reagálni eseményekre, sokszor úgy, hogy vesztes helyzetből is nyertesen jöhetsz ki, hogyha jobban tudsz célozni. A fegyverek ennek egyáltalán nincs visszarugása, illetve hát lehet, hogy lesz a későbbiekben, de most én nem. Tehát egy kodhoz, hez cségóhoz hoz, -hoz um, képest, még Warframe-hez képest is, a fegyvereknek zéró visszarugása volt. Megesett, hogy ezért éreztem úgy, hogy könnyebb célozni, de zéró visszarugása volt a fegyvereknek, és hát ez, ez, ez csak annyit promótál, hogy, hogy könnyebb bele Lendülni a játékba. Túl op nagyon nem éreztem semmit. Van egy van egy fegyver specifikusan a bétában, amiről úgy gondolom hogy egy kicsit erős, de nem elkerülhetetlen. Azt kell mondjam, viszont például a vakító a gránátok, és még azok túl hosszú ideig vakítanak, ami azért macera tud lenni. Egy-két dolgon javítani kell, de nem a gameplay szempontjából kell rajtuk javítani. Tehát egy fegyvert itt-ott esetleg, de Meglátjuk, hogy ez hogy alakul. Egyelőre a bétával teljesen én speciálisan elégedett és a felsorolt okok miatt lesz az, hogy, hogy aki szerette a Destiny egyet, a kettőt is szeretni fogja, és ugyanazon felsorolt okok miatt, aki nem szerette a Destiny egyet, valószínűleg a kettőt sem fogja, mert, mert, mert nagyjából ugyanaz, némi extrát hozzáadnak, valószínűleg a története, új kalandok, új bolygó, új helyszínek, minden új lesz, és szép lesz, de aki ezt, ezt nem élvezte a Destiny egyben, az megesett, hogy a kettőben sem fogja. Ez lett volna volna a rövid összefoglalom, srácok. És hát nem tudom, kíváncsi vagyok, ki játszott Destiny 2 bétával, kinek mi tetszett benne, mi nem tetszett benne. Hagyjatok ott kommentet, tárgyaljuk ki, hogy hogy is lenne ez. Továbbá elmondom nektek, és mindig vasárnaptól a egy livestreamet Twitch-en, úgyhogy várlak azon, és szeretettel igyekszem minél változatosabban játszani játékokkal. Destiny 2-ről is csináltam már egy livestreamet, Ja, és Facebookon megtaláltok a üzenetek szempontjából, és hát következő videóig. Sziasztok!